Beyblade! Az előző rész tartalmából a sokak által régóta várt visszavágó Kiyuya és Jinga között végre megkezdődik. Galaxy Pegasus és Rokion heves támadásokat intéz egymás ellen. Kiyuya beveti az oroszlán vihar erőfalat, de Pegasusnak sikerül kikecmereknie belőle. Kiyuya ezután az égbe repíti Leont, hogy felülről támadjon. Jinga utána küldi Pegasust, ám Leon fejjel lefelé fordul és tornádót kavar, amely az aréna padlójához vágja Pegasust. Kiyuya azt állítja, hogy a tornádó mesterévé vált, és így nem veszíthet. Jinga azonban nem adja fel, ám a helyzet igencsak kétségbejtő, amíg Masamune hangja el nem jut hozzá, hiszen ha most veszít, akkor az összes álmuknak vége. Jinga válasza, hogy megveti a sarkát, összeszorítja a fogát, és alaposan befűt Kiyuyának. A két B harca olyan energiahullámot kelt, amely mindkét Blade-et kiüti, ám még ebből is felkelnek, a fáradtságtól azonban egyből ájultan terülnek el, és a B-jeik is ugyanabban a pillanatban állnak meg. A meccs tehát döntetlen! Harmadik párbaj, Penge élen. Visszatérek, Kiyuya! Helyes! Jöhet az igazi leszámolás! Előre. A harc végeredménye az, hogy Kiyuya és Jinga B-je ugyanabban a pillanatban aludt be. Ennek értelmében döntetlen. Magam sem hinném el, de hát így lett. A meccs döntetlen. Jinga! Jingi! Hé, hey, gyerünk, pattanj fel, Jinga! Vidd az öltözőbe, gyorsan! Kiyuya testvér, tarts ki! Kiyuya! Jinga! Jinga és Kiyuya. Tudtam, hogy nehéz csatának nézünk elébe, amikor beléptek az arénába. Mit gondol, jól vannak? Nagyon aggódom. Ne félj, ezek nem adják meg magukat. A végsőkig hajtják egymást, sőt, még annál is tovább. Ugyan kiütés lett a vége. Mégis talpra álltak. Tisztelnünk kell őket, kislány. Az ilyen rendíthetetlen vasakarat arra sarkal, hogy minden vereség után talpra álljanak. Az az igazság, hogy mindketten gratulációt érdemelnek, amiért ilyen elszántak. Igaza van, igazgató. Jinga! Jingi! Ah, nem hiszem el, hogy Jingát is így kifektették. Nyugi, a meccs döntetlen lett, tehát még nem buktunk ki. A Gengen Galaxynek még van esélye fordítani. Ám nem lesz könnyű dolguk. Az eddigi állás szerint egy vereségük és egy döntetlenjük van, tehát itt már nincs mese. Csak a győzelem segít, különben könyörtelenül kiestek a bajnokságból. Ellenfeleiknek, a Wild Fangnek egy győzelme és egy döntetlenje van, vagyis nagy előnnyel indulnak a harmadik mérkőzésen. Kit érdekel a harmadik mérkőzés? Kiyuya épp, hogy csak megúszta a másodikat? Olyan csúnyán végződött, borzalmasan! Na és mi lett? Most küzdhetünk még egyszer! A fenébe! Ez nem fair! Kell, hogy legyen valami, amit megtehetek. Bu-bu-bu-bu-bul! Haszontalannak érzem magam. Kiyuya! De hangos. Nincs pihenő. A harmadik párbaj 15 perc múlva kezdődik. Győzni tud a Gengen Galaxy, hogy talpra álljon? Vagy a Wild Fang diadalmaskodik és jut be az A blokk döntőjébe? És hogy kinek a kezében lesz a csapatok sorsa? Ha? Az övékében! Demuréjében! És Tsubasájéban! Demuré? És Tsubasa? Te, milyen srác ez a Demuré? Lövésem sincs, a selejtezők óta nem küzdött. Egy szóval fogalmunk sem lehet. Tényleg nem tudunk semmit. Nincs infónk a harcmodoráról, tehát nem tudunk stratégiát kialakítani ellene. Elbírsz vele, Tsubasa? Elám, nincs semmi gáz. Eléggé felkészült vagyok, hogy mostantól bárkivel szembenézzek. Nincs más választásunk, mint győzni. A vereség többé nem lehetőség. Pofon egyszerű. Nem engedhetünk meg még egy buktát. Ügyes légy, Tsubasa! Jinga arra számít, hogy megnyered a harcot. Mi is számítunk rá, Tsubasa. Elég kínos lenne ránk nézve, ha most veszítenénk. Menni fog, Tsubasa! Itt az idő.
Ha megnyerem a mostani meccset, akkor biztosítva van a továbbjutásunk. De Murray, úgy látom, hogy nagyon ideges vagy. Mi tagadás? Nem hittem volna, hogy ilyen hamar bizonyítanom kell a bajnokságon. Azt meg pláne nem gondoltam volna, hogy az első meccsemen rögtön ekkora lesz a tét. Mi történik, ha én veszítek? Nem tudom, hogy én vagyok-e a legalkalmasabb. Akkor cserélj velem! Hogy? Azt mondtam, hogy akkor cserélj velem! Önbizalom nélkül harcba menni az a biztos kudarc! Ha még te sem hiszed, hogy nyerhetsz, akkor tök fölöslegesen mész ki! Hadd váltsalak fel! Ki olyan nevében én majd Móresre tanítom Tsubaszát! Benkei! A párbaj résztvevőit már kiválasztották. Csendet és figyelj rám, de jól! A csapat érdeke, hogy cseréljünk! Azt akarom, hogy ki olyan hasznahat vegye, vagy nem tudod megérteni! Van egy másik lehetőség is. Ha? Csak hallgassatok végig, fiúk! Csúcsidőszak van a Beyblade rajongóknak! Eljött a nagy csata ideje! A Beyblade világbajnokság A blokk harmadik fordulójának harmadik mérkőzése mindjárt kezdődik! Gyerünk most le, Tsubasa! Igen, haver, nyerned kell! Nyerj Japánért! Nyugalom. Ne borulj ki. Nincs semmi vész. Amíg uralkodok az indulataim felett, addig győzni fogok. Íme a Gengen Galaxy csapat utolsó reménysége! Nagy tapsot kérünk Tsubasának! Ellenfele pedig a Savannah-i Wild Fang csapat büszkesége! Az egyszerű és megismételhetetlen Demuré! Hát ez meg! Ha? Bika? De, Bika? Mit keresel te ott? Most Demuré és Tsubasa meccse jön! A következő kör legyen páros harc! Parancsolsz? Páros csatára hívjuk a Gengen Galaxy csapat tagjait! Mit szólsz hozzá, Tsubasa? Ha? Forgassatok meg gépzsírban! A Wild Fang csapat páros küzdelmet akar! Páros küzdelmet? Vajon mit terveznek? Hadd gondoljam át! Jingi és Masamune már mindketten harcoltak, szóval... Jövök! Benne vagytok? Hogy döntötök? Igen, igen! Persze, hogy benne vagyunk! Oké, Tsubasa! Jó? Ez logikus, Tsubasa! Nem egyedül kell kiállnod a tök ismeretlen Demuréval, hanem ketten leszünk ellenük, és Ben-Bent úgy ismerjük, mint a tenyerünket. Ha így csináljuk, akkor nem veszíthetjük el a következő párbajt. Léci, hadd játszok, Tsubasa! Rendben van. Elfogadjuk. Igen, baby! Állati, hadd szóljon! Ball! Kifekszem! Tsubasa elfogadta Bika kihívását, így a harmadik meccset párban vívja Tsubasa és Yu! Bikával és Demuréval! Készüljetek, gyerekek! Adj nekik, Yu! Adok nagy kanállal! A zsebünkben a győzelem! Ez biztos! Akkor mire várunk még? 3, 2, 1! Hasítsatok vele! Na, kezdődik a móka! Oltári erejük van! Tűha, Benkei aztán nem fogja vissza magát! Visszavágok a gyorsaságommal! Maradj nyugton! Hull kiszolgáltatott ígül sebességének. Úgy tűnik, hogy a szarban nem elég a magasan szálló ígül földre kényszerítéséhez. Jól van, alakul! Csak így tovább, Tsubasa! Kapd el! Az Earth Eagle 145 VD egyensúly típus. A szárnyas energia gyűrűje és széles védekező pörgő tűje lehetővé teszi, hogy a szelet meglovagolva bármikor támadhasson. Hé, testvér, ne csak az ő véjeiket nézd! Ez egy páros küzdelem, mint tudod! Menj! Libra! Scorpio! Hé, nincs semmi különleges ebben a fickóban! Na akkor, még egyszer! Jaj, ne! Kitartás, Scorpio! Mi volt ez? Az egész ismeretlen képességű dumával csak ki akart zökkenteni. Ez a srác azért nem harcolt a korábbi meccseken, mert nem valami nagy szám. Jó! Itt az esélyed! Üsd ki, de jól! Nyugi, már csinálom! Libra!
Flame Libra 125S, szabadon forgó éles pörgőtűvel és fúziós gyűrűvel. A pörgőpálya keltette centrifugális erő miatt döbbenetesen hosszú ideig bírja energiával. A tökéletes kitartó típus. Jól van! Hé, vissza! Futni nem ér! Elvesztegetem az energiámat, ha szemből támadok. Új célt kell keresnem! Ők azok! Miért engem támadsz, te mudé? Ne félj, bízz bennem! Hogy mi? Most meg vagy! Figyelj! Fogjuk harapófogóba! Randy, hallottad, Bull? Megint elkaptam, de elám! Ez K.O. Dark Bull mindig ott terem, ahová Eagle le akar ereszkedni. Eagle egyre csak szívja be a pofonokat. Mi történik itt? Kicselezték Eagle-t! Tsubasa! Ez Demuré legnagyobb előnye. Mindjárt megértik, hogy miért ragaszkodtunk a páros harchoz. Pontosan azt, amit mondok! Rendben! Értettem! Hé! Hey, mire készültök ott? Eagle! Balra! Menj balra! Hogy mi? Oké! Jaj, ne! Ne! Jobbra! Most jobbra! Parancs! Juhuhuhu! Megvan! Eltaláltam! Bull támadásai megállíthatatlanok! Buktatok! Mi az ördög folyik itt? Egy pillanattal ezelőtt Eagle simán elkerülte Bull ütlegeléseit! Most viszont szétverik! Mi a baj, Tsubasa? Úristen, mit csinálsz, Tsubasa? Innen átveszem én! Gyerünk, Libra! Nem zavarsz be nekünk! Na és most? Egyenesen előre! Rohand le őt, amíg visszatartom Librát! Úgy lesz! Menj neki! Vagy úgy! Csapdát állítottatok! Mi? Csapdát? Az egész páros küzdelem csak arra szolgált, hogy lépre csaljanak minket. Ez volt a tervük. Nem igaz? Szóval végre leesett a tantusz. Demuré és Bull külön-külön nem bírt volna el Tsubasával vagy Yu-val, de... Demuré éles szeme előre látja a legkisebb mozdulatot is, mielőtt az ellenfél megtenné. Tehát, ha Demuré áll a kormánynál, Bull ereje pedig odairányul, ahova kell, akkor szerintetek mi történik? A te hibád, hogy gyanútlanul elfogadtad a páros küzdelmet! Gáz! Mi azt hittük, hogy a régi barátunkkal, Benkellyel szemben könnyen győzhetünk, de úgy tűnik, hogy ez teljesen a visszájára fordult. És azért, mert én naív voltam! Nem fogok veszíteni! Ma nem ver meg engem senki! Bull! És most essünk össze! Bull sokkal erősebb annál, hogy ettől kibukjon! Uralkodj magadon, Tsubasa! Ha erővel próbálsz megfelelni, veszíteni fogsz! Nem! Nem! Tsubasa! Akkor most én jövök! Mi? Menjú! Spécifogás! Libra! Hangrobbanás! Ez meg mi? Itt van! Libra spéci fogását látjuk! Szuperszónikus hanghullámokkal homokká őrli az arénát! Ez az! Tsubasa, most! Remek, mivel Eagle kis magasságban is tud közlekedni a stadion fölött, képes anélkül támadni, hogy beleereszkedne a homokba! Nagyon király! Ügyes vagy, jó! Nyerni fogok! Nyerni! Nyerni fogok! Nyerni fogok!
Igen, ennyi elég lesz! Ezt csak ti gondoljátok! Tessék! Aha! Jövök! Ne! Rosszul látok, vagy Dark Bull tényleg a homok felszínén tör előre? De hogyan? Hogy képes Bull a homok felszínén mozogni? Megáll az eszem! Hát ez kész! Scorpio végig alatta volt, és a hátán cipelte Dark Bull! Már értem! Demur EB-je egy Counter Scorpio! A Scorpio otthon érzi magát a homokban! Gyerünk, te jössz! Igenis, bízz csak rám! Dark Bull vörös szarv felütés! Ne most! Dark Bull ütése visszaküldte Eagle-t a homok folytogató ölelésébe! Minél tovább kapálózik, annál mélyebbre süllyed a homokban! Szárnyas barátunknak befellegszed! Nagy baj van! Óriási égés lenne, ha a társa homok csapdája miatt veszítene! Veszíteni? Hogy én? Veszítek? Nem fogok veszíteni! Ügyes légy, Tsubasa! Jinga arra számít, hogy megnyered a harcot! Mi is számítunk rá, Tsubasa! Elég kínos lenne ránk nézve, ha most veszítenénk. Az én felelősségem lesz, ha veszítünk. Miattam esünk ki a világbajnokságból. Nem, ez nem fog bekövetkezni! Nem veszíthetek! Sem most, sem máskor! Én nyerni fogok! Nyerni fogok! Nyerni! Nem baj, hogy mibe kerül nekem! Nyerek! Mi ez? Mi a franc? Nyerni, győzni, diadalmaskodni! Állj az utamba! Tsubasa? Figyelmeztetlek! Gyerünk, sújts le rájuk! Nem veszítek! Minden és mindenki, aki előtte már semmivé lesz! Váljatok semmivé! Nagy a gáz! Erősebben! Tombolj még nagyobb haraggal! Tsubasa! Hikaru! Ne! Tsubasa! Tédd magadhoz! Az utamban állsz! Az utamban állsz! Az utamban álltok! Mi a franc ütött beléd, Tsubasa? Uralkodj magadon! Te! Te is! Az utamban állsz! Tsubasa! Hagyd abba, kérlek! Mi a csuda bújhatott bele? Tudja valaki, hogy mi ez? A stadionban hirtelen megjelent ez a sötét és rossz indulatú szélvihar! Emelkedik! Emelkedik a hatalmam! Megcsodálhatjátok az erőmet! Jaj, a felébe! Hagyd abba, Tsubasa! Nos, a végeredmény! Megmondom, amint eloszlik a füst! Az egyetlen talpam maradt, Bay! Eagle! Ami azt jelenti, hogy Tsubasa a győztes! A Gengen Galaxy csapat nyert! Tsubasa! Bekattant!
Tsubasa! Tsubasa! Ez nem lehet. Észbontó, hogy ez valóban megtörtént.